De kár, hogy nem örülhetünk ennek a szép nagy gólnak. Hát igen, én is inkább kicseréltem volna egy vagy három pontra, de sajnos ilyen a foci, nem lehet mindig szerencsénk. Most vesztettünk, de bízom benne, hogy szombaton úgy tudunk pályára lépni, hogy otthon tartsuk a három pontot. A végén mind a két csapat hajtott a győzelemért, ugye nekünk is volt egy létszámfölényes kontránk, sajnos azt nem sikerült belőni, és oda jött az ellentámadás és a gól. Pillanatok alatt játszódott le minden. Hát igen, ott első fél időben is nagyon rosszul játszottunk, de úgy gondolom, hogy is első 30 percben, de úgy gondolom, hogy ott ment el a mérkőzés, hogy 4-2-re megyünk, úgymond kapura se rúgunk, vagy inkább rúgtuk volna felé mellé, hogy ne tudjanak kontrába jönni. Odaadtuk a kapusnak a labdát, gyorsan kidobta kontra, beadás. Ja, nagyon nehéz értékelni ilyenkor, úgyhogy gratulálok a Diós Győrnek is, megyünk tovább. Három nap múlva újra mérkőzés. Holnapra túlteszitek magatokat ezen a kudarcon? Hát minél korábban túl kell tenni, mert szombaton következő nagyon fontos mérkőzés, két sérült vagy három sérült játékosunk van, úgyhogy gyorsan lábra kell állni és folytatni a melót.